Sajnos városunk nem számít iparilag fejlett településnek. Mondta beszédében Fehérgyarmat polgármestere a most épülő üzemcsarnok alapkőletételénél. A járásközponthoz tartozó települések munkavállalói nagyrészt, mint mondta, 20-40 kilométeres távolságra járnak dolgozni. Van, aki naponta 3-4 órát tölt buszon az otthona és a munkahelye között ingázva. Péter Csaba beszédében kiemelte, a városvezetés célja, hogy az itt élők a közelbe jussanak munkához. Ez a csarnok épület, ami megépül, a pályázati vállalások szerint két betelepülő vállalkozásnak fog helyet adni, és elmondható az, hogy több igény is felmerült már, de addig, míg nem készül az az épület, természetesen nem dönt a képviselőtestület erről. Azt el szeretném mondani, hogy elsősorban azok a vállalkozók pályázhatnak sikerre rá, akik több munkavállalót fognak foglalkoztatni az üzemben. Az üzemcsarnok az árnövekedés miatt csak nem 1 milliárd forintból épül, 3100 négyzetméteren. Az alapkőletételnél elhangzott, a városban az elmúlt időszakban számos a gazdaság élénkítését célzó beruházás zajlott. Az ipari park rehabilitációja mellett új piaccsarnok is épült. A gazdaság helyzetbehozásához azonban még több infrastruktúrális fejlesztés szükséges. A legtávolabban Nyíregyházától, legtávolabban ez a térség Budapesttől, és hogyha egy ilyen beruházást megcsinálunk, akkor az már egy esély arra, hogy ide tőke, magyar, külföldi vállalkozás települjön. Persze feltétel még az, amiről mindannyian beszélünk, hogy a megfelelő infrastruktúrális feltételek is legyenek meg. A kormány a közútfejlesztési programjában lehetőséget ad a legtávolabb eső térségeknek is, hogy tudják fogadni az ide érkező és ide érkezni akaró tőkét. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt hangsúlyozta, a Fidesz az elmúlt 12 éves kormányzása alatt jelenleg a negyedik komoly válságot kezeli. 2021-ben, mint mondta, 7,1%-kal tudta növelni a gazdaságát Magyarország, ez az unióban az ötödik legnagyobb növekedés. A foglalkoztatási ráta hazánkban 73%-os, ami szintén élen jár az uniós országok között. A tárcavezető kiemelte, ezzel párhuzamosan a beruházási kedv soha nem látott szintre emelkedett Magyarországon. A beruházási rátánk, ez, hogy mennyit ruháznak be adott évben a GDP-hez viszonyítva, az 29%, az EU-s átlag 22%, a lengyeleknél szemben 18%, na miénk az 29% is emelkedik folyamatosan. És ebben az emelkedésben, ez megint a jó hír kategóriába tartozik, ebben az emelkedésben jelentős mértékben egyébként Észak-Kelet-Magyarország vesz részt, de hiszen azok a nagy beruházások, akik aztán hozzák magukkal majd a beszállítóikat, hozzák magukkal a partnereiket, ezek jelentős részben az országnak erre a részére koncentrálnak. Az alapkőletétel után átadták azt a két teherautónyi adományt, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, valamint annak háttérintézményeiben dolgozók gyűjtöttek az orosz-ukrán háború elől menekülők megsegítésére. A felajánlást a határmenti településeken segítő önkormányzatok, szervezetek javaslatai alapján állították össze az intézmények.